Üdvözlök mindenkit, Nekrokrim vagyok, srácok. Jöjjön egy kis Warframe, és hogy mi a franc baja van a Warframe közösségnek, Jézus Mária. Hol is kezdjem? Na jó, megpróbálom összeszedni a gondolatémat. Szóval végre a Digital Extreme-nek támadt egy jó ötlete, csináljuk meg a Nightwave-et, vagyis a Battle Pass-eket. És mostanában, ha felnéztél a Warframe-re, akkor volt egy olyan challenge, amihez 1 óra Kuva Survivor-t kellett menni. Megnéztem, így mondtam is magamban, hogy mi a pöcs? Mi 1 órát kell menni? Már kezdtem felizgulni, már így át-föl, értitek, hogy azt a kurva 1 óráig kell elmenni, hogy valamiféle challenge-et megcsinálja Warframe-ben. Ez egyszerűen kurva jó. Azonnal otthagytam a Division 2 Open Beta-ját, hogy elmenjek Warframe-ezni. Ilyen még nem történt. Ja, valószínűleg azért, mert eddig mindig Warframe-eztem. Na jó. Szóval ott volt a Division 2 Open Beta, ott van az Anthem, amiről egy kicsit rátérünk Warframe-el kapcsolatban is. Ott van az, és azonnal ott hagytam mind a két játékon, mondom, na most menjünk Survivor, az 1 órát kell menni. Lol. Na, akkor elmesélem a történetemet. Ennek az 1 órás Survivornek a kitétele az volt, hogy nem szabad live supportot használni, ugye, és úgy kell menni a Kuva Survivor-t, egyszerűen ne használj live supportot. Senki a büdös életben nem mondta, hogy csinálj kuvát magadnak, csak ne használj live supportot. Lényegtelen, lényegtelen. Íme a történetem. Én és a haverom mentem ketten, de publicba mentünk, jöjjön aki szeretne. Én ilyen rendes gyerek vagyok. Be is léptek ketten, gyorsan be is írtam a komment szekcióba, hogy figyeljetek srácok, 1 óráig mennénk live support challenge nélkül. Egyik srác, bim, azonnal eltűnt. Tehát azonnal ott helyből ki is lépett, amit ezt elolvasta. Szép is volt, el is tűnt. Hát akkor így mondtam magamnak, hogy na jó, akkor ő nem akar eljönni 1 óráig. A másik srác az hála az égnek ott maradt. És akkor most jöjjön az én élménybeszámolóm egy kicsit erről a küldetésről, és jöjjön az, ahogy a közösség reagált erre a küldetésre. És tehát őszinte elismerésem ebből a szempontból a magyar közösségnek, mert azt hiszem, hogy a magyar közösségben úgy veszem észre, hogy több core játékos van, mint casual játékos, úgyhogy nem feltétlenül ide szól ez az egész dolog, hanem inkább ugye a külföldi résznek, ráadásul ők a hangosabbak. Szóval sajnálatos módon mi kevesen vagyunk ahhoz, hogy igazán felszóljon, de köztünk is vannak casual-ak, VS core játékosok. Szóval mi a franc baj van a Warframe közössége ezen a ponton? Maga a küldetés kurva jól alakult, szóval végre valamit kellett csinálni ahhoz, azért, hogy jutalomérzésed legyen a Warframe-ben. Egy kicsit bele kellett kóstolni az endgame szélébe, mert csak 1 óráról volt szó. Persze, meg volt a kritérium, hogy ne használjál live supportot. Bitch please, el lehet menni a Warframe-ben live support nélkül 1 óráig bőven. Ezt meg... Ez bizonyított, tehát simán. Ha nem tudsz jobbat, akkor csak vigyél egy nekroszt. Na most, kurva jól alakult a játék, szedtük a kuvát, és kezdtünk elérni abba az 1 óra közelébe, már 50. percnél. És aki járt Kuva Survivor-on, az nagyon is észreveszi, hogy mikor már az 50. perc környékére jársz, akkor már kénytelen vagy elnyomni live supportot, mert hogy nagyon-nagyon fogy az élet. Ugye nehezednek az enemik, kicsit lassabban kezdünk el ölni, tehát egy természetes folyamat a Survivor-ben, hogy kezd fogyni a live support. És ugye ez volt a nehezítés. Na most a mi megoldásunk erre az volt, sokszor lecsökkentünk, a legkisebb támére lecsökkentünk, ez ilyen 15% volt, és akkor a mi megoldásunk az volt erre, hogy elfelejtettük a teljes kuva farmolás fasságot, és más nem fókuszáltunk, csak ölésre volt velünk egy nidus, én voltam egy nekrosszal, és a harmadik gyerek az egy kicsit gyengécske kromával volt, de helytált. Az volt a lényeg, hogy helytált. Hárman végül is elmentünk, de az utolsó 10 percet azzal töltöttük, hogy csak folyamatosan formoltuk a mobokat, hogy meglegyen ez a challenge, és ne kelljen live supportot használni, sokszor tényleg már a 10%-ról hozva föl. Elképesztően jól éreztem magam, nagyon-nagyon-nagyon hosszú ideje már a Warframe-ben. Ez egy jó challenge volt. Hashtag macskabugyi, ha eljutottál a történetem végére, mert most jön a szépsége az egésznek még. A nagyobb Warframe közösség elkezdett sírni a Digital Extreme-nek, hogy ez egy túl nehéz challenge volt. Nem bírtunk elmenni egy óráig, Jézus Mária. Hogy képzeli a Digital Extreme, hogy egy órás challenge-et csinálok? Ja, nekem nincs időm egy órás challenge-et csinálni, én nem játszok annyit, én casual játékos vagyok. Jaj, Digital Extreme, na most... A statisztikák simán kimutatják, hogy egy óránál többet játszol ezzel a tetves játékkal, úgyhogy van egy órád arra. A probléma inkább az, hogy ott van a challenge, virít, és te nem tudtad megcsinálni, igaz? Már bocs, hogy ilyen dühösen reagálok erre az egészre. Szóval elkezdett is sírni a Warframe közösség, és sőt, született egy olyan komment, hogy a Digital Extreme, megkérjük a Digital Extreme-et, hogy ne hallgasson a hardcore játékosokra, mert hogy a casual-ak azok, amelyek fenntartják ezt a játékot, és hogyha a hardcore játékosokra hallgatnak, akkor a Warframe el fog halni. Aha, anyád. Életedben csináltál már valamiféle kihívást. Ez járt a fejem, és így nézem. Szóval azért vagyok ennyire morci, általában nem szoktam morci lenni egy játék fölött, mert ez egy kurva jó játék, és ennek a kurva jó játéknak valamikor volt egy endgame-je, és értelme, hogy azt az endgame-et megtapasztalt célja ennek az egésznek, és ez már elveszett legalább 4 éve a Warframe-ben. Végre egy ízelítőt kaphattunk abból, hogy mit nyújthat, milyen élményt nyújthat a Warframe Endgame-ben újra. Ráadásul ezen egy challenge alatt megcsináltam 4 másik challenge-et. Ezen egy óra Survivor alatt, szóval piece of cake. És tényleg nem mint hogyha nehéz lenne egy óráig elmenni ebbe a játékba. Ebbe a tetves játékba a Master Rank 5-ös agyon platozott Ultimate bilgjében mászkál, és röhelyesen könnyen le tudja lőni a 100 fölötti enemiket. Ja, de bocs, elfelejtettem, hogy a Simulacrumban teszteli le a fegyvereit, és még soha nem volt olyan helyzetben, amikor a mobok körbeveszik olyan szinten, hogy már azt se tudja, hova kapkodja az egeret, és melyik sarokba bújjon el. És ott van a build, az Uber OP build, mert a Warframe-ben hihetetlenül gyorsan el tudsz érni egy Uber OP buildet, ami elvisz órákig, tehát így gond nélkül, csak soha nem csinált egy órát, nem tudod, hogy mit kell ott csinálni. Az Uber OP builded, az ugye elmegy a fenébe. Végre megadta a Warframe a lehetőséget, hogy az ember elmenj egy óráig, belekóstolja, mitől jó ez a játék, hol kezdődik a játék ebben a játékban. És sírért a közösség. Egyszerűen. És amögé a dolog mögé bújik, hogy jaj, senki nem akar egy órát csinálni, de mindenki. Tehát egy óránál többet játszunk ezzel a játékkal naponta. Hát... Mi a te véleményed ez ügyben? Te mit szeretnél? Szeretnél még ilyen órás challenge-eket? Szeretnél olyat, ahol el kell menni, ahol nehéz enemiket kell ölni, ahol kihívás a túlélés, és ahol kritériumokat kell teljesíteni ahhoz, hogy megkapd a jutalmat, mint például ugye ne használj live supportot. Szeretnéd, hogy ilyen legyen a Warframe? Én nagyon szeretném, hogy ilyen legyen a Warframe. Ettől izgultam rá a Warframe-re, hogy amikor annó T3 Defense-en 70 vévet kellett menni csak azért, hogy könyörögjél egy Ash Prime systemért. Szóval, ja, az játék volt, azt élveztem. És most egy pillanatra visszakaptuk azt. Na mindegy. Meglátjuk, hogy mi lesz a Digital Extreme lépése erre a fasságra. Remélem, hogy nem nagyon hallgatnak ezekre az emberekre, akik ezt szajkózzák. Továbbá elméletek Steve azt mondta, hogy igen, hogy lesznek nehezebb enemék, és én azt tudom mondani, hogy hogyha lesznek még a jövőben ilyen challenge-ek, tegyék vele ki egy kis leírásba a challenge mellé azoknak, akik csak endgame-ezni akarnak, a többében nem érdekel. Na, ez lenne a véleményem nekem. Azt hiszem, rég volt egy ilyen kirohanásom a Warframe-re. Köszönöm, hogy meghallgattál, srácok, a klánunk bárki számára elérhető, lehet csatlakozni, megtaláljátok a videó leírásában a linket. A Discord szerverünk bárki számára elérhető, link szintúgy a videó leírásában megtaláljátok, és várom a véleményeteket ebben a témában. Nagyon köszönöm a figyelmet, sziasztok!